A régiós családi napoknak igazából az lenne a célja, hogy akik itt laknak a közelben, különböző településeken könnyebben ismerkedjenek egymással, barátkozzanak. Én remélem, hogy még ha felhős is, de kegyes lesz hozzánk az idő, és lesz lehetőség beszélgetni, kibírja ebédig legalább. És szeretném most akkor megköszönni a szervezőknek, a két Miskolci Nagycsaládos Egyesületnek és a Püspökladányi Régiónak, hogy mindent beletettek, és végül is közös munkában, valóban a Nemzeti Fórum Miskolci szervezetével együtt próbáltak itt egy olyan családi napot szervezni, ahol egy kicsit ki lehet kapcsolódni, egy kicsit fel lehet töltődni, és utána hétfőtől újra hajrázni itt a tanév végén. Én mindenkinek további jó időtöltést kívánok, és mondom, remélem még együtt tudunk lenni. Köszönöm. Jó, akkor szeretettel köszöntök én is minden megjelentet az egyik Miskolci Nagycsaládos Egyesület nevébe. Rengeteg munkánk után nagyon-nagyon remélem, hogy mégiscsak valami kicsikét ki fog sütni a nap, de legalább nem fog esni az eső, hogy jól érezhessétek magatokat az ebédig. A kézműves sátrak, itt egymás után 3-4 is van, folyamatosan folyik az arcfestés, a térfonás, a virágoknak a készítése, próbáljátok hasznosan és egymás beszélgetésével eltölteni az időt. Jó, mindent elmondtam. Na. Köszönjük szépen, Katia! Ilyen a magyar szabadság, ilyen a haza, Kossuth Lajos kalapjára, a valahány cseppe sikrája, annyi ácsát szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a magyar. És mész sorba, és az utolsóba bedugod. A négyes tudom. Hát halat tudok csinálni. Hát szerintem ez most... Közutakon személyeket, járműveket a keresztben meghatározott jelzések alkalmazásával megállíthat, a gépjárművel szállított utasok csomagjait meg is várhatja. Jogosultak a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését tettenért személy az illetékes hatóságot elszállítani vele szemben a jogszabályokban meghatározott esetekben és mértékben kényszerítő eszközöket is alkalmazni. A most következő bemutató esetében imitált elfogást hajtanak végre a NAV járőrei. Ellenőrzött információk alapján a fehér színű gépkocsiban jelentős mennyiségű csempészet cigarettát számít a gyanúsítva. Köszönöm!
másik vállalat is megjön. Mit szállít a gépkocsiba? Figyelj, számoljon egyesével! 1, 2, 3, 4! Megvan a szaldó! Jó, folytassa! Beszállítják az autóba. Köszönjük figyelmüket a Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-Magyarországi Regionális Bán- és Pénzügyi Főigazgatóság pénzügyőreinek bemutatóját látták. Köszönjük szépen! És a fegyelmezettségeteket is nagyon szépen köszönöm. Jó, nem, 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 oké. Thank you.
aláírások az szükségcsökkentésre. Aláírják? Akkor ha úgy gondolják, hogy, hogy csökkentsék a rezsit, akkor írják. Várjál! Ugyanígy! Biztos, hogy tudjuk hagyni háromig? Hát nem tudom. Miért? Mert jó idő. Mert szerintem ez jó. Társaságban vagyunk, jó levegőn vagyunk. Van egy csak már Józsi, már szerintem meg az egész felvonatlan. Jó, sétálni. Elmentünk. Lementünk, visszajöttünk. Gyerekek, ott szaladjál. Nem az a lényeg szerintem, hogy a színpadon folyamatos program legyen, hanem a gyerekek szabad levegőn legyenek. Én nekem legyen. Nem esik az első, de amúgy meg esik, és akinek nincs egy sátor, az fog. Vagyunk, jó a program, jó a társaság, és összejött ez a rendezvény. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a szervezőknek, Margónak, az egyesületeknek, mindenkinek, hogy ez a rendezvény létre tudott jönni, és most itt vagyunk együtt, és kívánom, hogy a nap hátralévő részében is érezze magát mindenki jól, és próbáljuk kihasználni az időt, és élvezni a programokat. Köszönöm szépen, és átadom képviselőnek. És nagyon, nagyon köszönöm, és elég messziről jöttem is, Ajkáról, oda ugye kicsikét odébb van, de tényleg egy csodálatos helyszínre érkeztem, és egy csodálatos rendezvényre. Hogy Attila mondta, én is olyan 60 környékén felhívtam Nagysanyiékat, hogy milyen az idő errefelé, már akkor szakadta, hogy jöttem az autópályán, és hát töretlenül haladtam előre, és végső soron ide találtam én magam is, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan kilátogattak erre a rendezvényre, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon igenis a nagycsaládosok száma nő. Ahhoz képest, hogy az Európai Uniónak a lélekszáma radikálisan csökken, azért Magyarországon a gyermekpopuláció elhalázás mértéke azért most kezd úgy ki egyenlőt törni, és a születések száma is az elmúlt időszakban emelkedett valamelyest. Nekem tegnap egy csodálatos élményem volt, ezt elmesélem önöknek, mert ezelőtt 12 héttel az unokám megszületett, és tegnap volt a keresztelője, és ugye egy olyan nagypapának, aki 3 gyereket nevel fel, a legnagyobb álma is vágya, hogy minél több unoka vegye körül, és hát tényleg egy csodálatos élményben volt nekem is részem, úgyhogy magam részéről szervezőknek is nagyon-nagyon gratulálok, de szeretném azt elmondani, hogy tényleg valóban Magyarországnak és Magyarországon a kormánynak is elsődleges érdeke az, hogy valóban gyermekszületések száma emelkedjen. Azok, akik valóban vállalják 1-2-3 vagy akár 4-5 gyermeket is, azoknak a helyzete tudjon stabilizálódni.
I never get myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel to town, town, I travel downtown. Wanna have you around, around, like every single day. I love you always, always. Can I meet you halfway? Ezt a pazarni a borsodi barantások kerül a minden. Hála Istennek gyarapszat, egyre többen vagyunk. Gyors is bemutatkozást fogunk csinálni a gyerekekkel, mivel foglalkozunk. Először is mit jelent az a kifejezés, hogy baranta, érjük magunk a barantásnak. Magyar hagyományos harcművészettel, népi kultúrával, népi művelséggel foglalkozunk. Ezek összefonódnak egymással. A baranta szó jelentése némelyik megyébe, Somogy talán Zala megyébe, hogy azt jelenti harcoló felkészülés, ezt a nevét adták ennek a hagyományőrző tevékenységnek, amelyen mi foglalkozunk. Ez egy folyamatosan fejlődő harcművészet. Minden héten valami új felfedezés történik, találnak egy idős társat a felvidéken, aki még fokossal tud valami újabb trükköt mutatni. Vannak hagyományai, van mire büszkék lenni, megmutatjuk majd a kisgyőri, a kisgyőri gyerekekkel fog fölépni. Ővelük... Az a feladat, hogy kiveszi el a másik kezéből. Lehet turkolni nekik. Hajrá, szemüveges, hajrá, nagyfűrű. Ez az, ez az. De többnek is nagyfűre van. Az a lényeg, hogy a játékot pontosan kell lőni úgy, most megkapcsok én. Kapjuk az előnyeket. Először ráérkezett a közönség, mert előtt biztos valaki is felődött velem a közönség sorába. Most már hozzáltak. Ez a megyedem! Nagy ügyességet igényel annak el. Tehát az elkapása is nagy ügyességet igényel. Ez egy jó játék, amit játszunk, látszok a sokkal sötétebb. Felhelyőd játék, hogy ezeket dehogy. Elkezd felejteni a számítógépet. Néha az is kell. Miután vagyunk, hogy ez mi látszik. Körüljárunk és a lángunk égig él.
Yeah.